Köszöntöm nézőinket, Önök a Tamási Táj című műsorunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is, mire számíthatnak a mai adásunkban. A Művelődési Központ folyosó galériája gyönyörű alkotásokkal telt meg. A Tamási Önkormányzati Tűzoltóság 20 éves fennállását ünnepelte. A Művelődési Központ múltja és jövője. Egy a világban is népszerű sportnak hódolhatnak, Tamásiban is. A Tamás Művelődési Központ folyosó galériája időről időre megtelik olyan alkotásokkal, melyeket amatőr kezek készítettek. A 2022-es év is egy ilyen kiállítással kezdődött, méghozzá egy országos vándorkiállítás darabjai díszítik a falakat egészen a hónap végéig. De hogy milyen kiállításról is van szó, már mutatom is a részleteit. A Dombovári Presidium Közhasznú Egyesület 2015. februárjában hirdette meg először a Benned a Létra című művészeti pályázatát, amelyre fogyatékossággal élő személyek alkotásait várta. 2021-ben pedig újra kiírta, amikor 58 pályázó 112 alkotása érkezett be. Ezek közül 23 egyéni, két páros és egy csoportos pályázó munkáját választotta ki a bíráló bizottság a vándorkiállításra, amely jelenleg a Tamási Művelődési Központban tekinthető. Célja az volt, hogy bemutassuk a fogyatékossággal élő emberekben rejlő tehetségeket. Ezt követően 5 év múlva szerettük volna megrendezni, de miután a vírus helyzet közbeszólt, ezért idén ismét pályázatot hirdettünk, ahova nagyon sok alkotás érkezett pályaműben, és tulajdonképpen az ország számos pontjáról érkeztek ezek a pályázatok, fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek pályáztak. Ezeket a pályaműveket egy bírálóbizottság elbírálta, és ezek után megszületett ez a gyönyörű kiállítás. A művészeti értéket néztük, tehát hogy milyen művészeti értékkel bír, nem volt technikai kötöttség, lehetett bármilyen technikával pályázni, de a bírálóbizottságnak kiemelt szempontja volt, hogy művészi értéket közvetítsen. Egy budapesti pályázónk leírta magáról, hogy ő a vírus helyzet alatt, amikor nagyon összeszorult a család, hát nem volt elfoglaltsága is, és hát úgy döntött a család, hogy akkor ecsetet és festéket adok a kezébe, és hát elkészültek a gyönyörű alkotások, amivel ő pályázott. Ő egy budapesti autista leány, aki azóta is folyamatosan fest, és boldog attól, hogy az ő pályaműveibe kerültek a kiállításra. A szervezők törekedtek rá, hogy a Benned a Létra című művészeti pályázat felhívása minél több fogyatékossággal élő személyhez eljusson. Pályázati figyelőbe is hirdettük, de különböző portálokon, interneten, szociális ellátásban dolgozó szakembereknek is kiküldtük, mert hogy elsősorban ezek az emberek ugye szociális ellátásban élnek, akár bent lakásosban, vagy akár nappali ellátásban. Próbáltuk a segítő személyeket megkeresni, hiszen ez egy országos pályázat. Az egy kicsit nehezítette a dolgot, hogy vírus helyzetben vagyunk, tehát úgy mindenki úgy félve, meg talán be voltak nagyon zárkódva ezek az intézmények, sok helyen ugye nem is működtek, otthon voltak a fiatalok, de azért eljutott a felhívás sok helyre. Ugye van egy képünk általában, amit így elképzelünk egy fogyatékos emberről, akár a külső megjelenésben, vagy akár az egyéb képességeikben, ezt szeretnénk áttörni, tehát ezt a sztereotípiát, hogy tulajdonképpen, ha fogyatékossággal élő személy, attól ő még lehet bármilyen más területen tehetséges, kiemelkedő. 5. kiállítási helyszínünk ez most, itt Tamásiba. Az első 4 helyszínen nagyon nagy érdeklődés fogadta. A visszajelzéseket egyrészt a Facebook oldalunkon is megtapasztaljuk, másrészt az emlékkönyvben is. Ez nekünk nagyon jó, hisz a végén a pályázók megkapják ezeket a visszajelzéseket egy CD formájában, a képeket, a megnyitókon a beszédeket, a hangfelvételeket, ezeket mind összegyűjtjük, és a végén ők ezt megkapják, hiszen ezzel is ők emelődnek, megtapasztalhatják, hogy igen, volt érdeklődés, tetszett az alkotásom, vagy tetszett az, amit kiállítottak, vagy amit írtak rólam, és én ezt fontosnak gondolom, hogy ez a visszajelzés menjen feléjük is. Mi, nekünk eredetileg az volt a célunk, hogy 2 évente, aztán
Hát sok minden közbeszólt, így most ugye 6 év múlva rendeztük újra, de mi szeretnénk 2024-ben újból kiírni ezt a pályázatot. Tulajdonképpen ugye ez egy évig vándoroltatjuk, tehát egy évig havonta újabb és újabb helyszínekre visszük, tehát utána egy kicsi pihenő, és akkor utána megint kezdődik az előről. Varga Gábor dombovári keramikus szobrászművész ötlete volt, hogy a kiállított képek mellett látható fényképeken kívül az alkotók más módon is jelenjenek meg a látogatók számára. Így született meg az a kis fácska, amely a vándorkiállítás alkotóinak fotóit tartalmazza. Széles palettáról merítünk minden évben, amikor megtervezzük azokat a kiállításokat, amelyek itt kerülnek bemutatásra a Művelődési Központ Folyosó Galériáján. Természetesen vannak alkotók, alkotócsoportok, akiket mi keresünk meg, és vannak olyan alkotók és alkotócsoportok, akik nálunk jelentkeznek, hogy szívesen kiállítanának. Mivel nyilván sokan tudják, hogy Tamásiban az intézményhez kapcsolódóan működik a Tamási Galéria, ami professzionális művészeknek ad kiállítási lehetőséget, illetve ott fogadhatunk profi művészeket. A Folyosó Galériát a szó nagyon jó értelmébe vett amatőr művészeteknek szánjuk, azoknak az alkotóknak, akik nem hivatásszerűen végzik az alkotást, legyen az a grafika, a festészet, a szobrászat, bármely ága a képzőművészetnek. Tehát itt mindig azok az alkotók állítanak ki, akik kettelésből végzik ezt a tevékenységet. Farkas János, aki a kiállítást szervezi és juttatja el az ország különböző pontjára, ő vele régi munkatársi kapcsolatban voltunk, és ő kereste meg az intézményt személy szerint engem, hogy szívesen Tamásiba is bemutatnák ezeket az alkotásokat. Természetesen nagyon nagy örömmel fogadtuk, és szívből mondom, megtisztelő számunkra, hogy helyet adhatunk ennek a kiállításnak, és a Tamásiban élők is láthatják ezeket az alkotásokat. A Benned a Létra című művészeti pályázat alkotásai január végéig láthatók a Tamási Művelődési Központ Folyosó Galériáján. A 2022-es év egy fontos évforduló a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság naptárában, hiszen immáron 20 éve, hogy 2002. január 1-én megkezdte működését az Önkormányzati Tűzoltóság jogelődje a városban. Az ettől a naptól állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók védik az elsődleges műveleti körzetben élő lakosságot, akik ma már 20 település tűzvédelméért felelősek. 2001-ben fogalmazódott meg az ötlet Tamási Város, az akkori önkéntes tűzoltóegyesület, illetve 8 település vezetőségének fejében, hogy önkormányzati tűzoltóságot hozzanak létre, akkori nevén a Tamási Tűzoltóságot. Ez egy köztestületi formában működő szervezet. Az igény az azért fogalmazódott meg, ugyanis eddig az időpontig nem volt Tamásiban állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltóegység. A Tamási Önkéntes Tűzoltóegyesület 1874 óta működött a városban, ők önkéntesen látták el a tevékenységüket, és 2002. január 1-én kezdte meg működését az akkori Tamási Önkéntes Tűzoltóság, amely most már ugye Tamási Önkormányzati Tűzoltóság néven tevékenykedik. Ugye azért volt erre szükség, mert minden egyéb hivatásos szervezet messze van Tamásitól, tűzoltóegységek, ugye Dombóvár, Paks, Szekszárd, illetve Siófok, és a lakosságnak a biztonságát szerették volna ezzel növelni. 1874-ben alakult ugye a Tamási Önkéntes Tűzoltóegyesület, amely mai napig működik az Önkormányzati Tűzoltóság mellett, és az Önkormányzati Tűzoltóság jogelőtt szervezete ugye az pedig 2001-ben alakult, de 2002. január 1-én kezdte meg a tényleges működést. A hivatásos tűzoltókkal megegyező végzettségek kellenek az itteni kollégáknak, mind a gépjárművezető, mind beosztott tűzoltó, illetve mind tűzoltás vezetői szinteken, illetve a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelöli ki az önkormányzati tűzoltóságok számára az elsődleges műveleti körzetet. Ez azokat a településeket jelenti, ahol mi elsődleges mentőtűzvédelmi feladatokat látunk el. A tűzoltóság megalakulásakor 9 településre, 2005-től 13, 2014-től 16, végül 2020-tól már 20 településre vonul elsődlegesen a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság, ahol 9 főállású tűzoltóval és 4 alkalomszerűen igénybe vehető tűzoltóval látják el a napi készenléti szolgálatot. 20 év alatt több mint 3000 eseményhez vonult tűzoltóságunk. Ugye ebben tűzeset, műszaki mentés, volt téves jelzés is, illetve kérkezés előtt felszámolt események is.
Hát nagyságrendileg olyan 100 és 200 közötti eseményszámok vannak az évek során, a 20 év alatt. 200 fölötti az kétszer fordult elő, ez a gyárvizes időszak volt, illetve a másik az pedig a tavalyi évben. Több kiemelkedő esetünk is volt a 20 év alatt, tehát ez azért nem olyan kevés idő ez a 20 év. Mi ugye fokozatokban határozzuk meg a tűzeseteknek a nagyságát, és ez mellett vannak kiemelt riasztási fokozatok is, amikor különleges szereket riasztanak a helyszínen, ugye visszaállított magasból mentőt, vagy műszaki mentőszert, erdőszert. Az elmúlt időszakban, amit ki tudnék emelni, az a Tamási termálföldönek az esete. Ez egy 3-as kiemelt riasztási fokozatban hát meg az a káreset. Egy eléggé elhúzódó káreset volt. A Tamási Önkormányzati Tűzoltóság mindenképp szeretné megünnepelni 2 évtizedes fennállását, melyből a tamási és környékbeli polgárokat sem hagyják majd ki. Az önkormányzati tűzoltók munkáját a kezdetektől segíti a Tamási Önkéntes Tűzoltóság. Van 2 darab tűzoltóságunk, ugye van az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amint a nevében is benne van, hogy önkéntesen dolgoznak, tehát nincsen bér- és járulékköltség, és van az Önkormányzati Tűzoltóság, ők bérezésért vannak a településen, 20 települést védünk egyébként, és a hogyan jöhetett létre egy ilyen önkormányzati tűzoltóság, hiszen ők félig meddig hivatásosok, de mégsem hivatásosok. A 2000-es évek elején, 2001 környékén az önkormányzat és az önkéntes tűzoltó egyesület Frigy lelépett, és a Frigyből megszületett az önkormányzati tűzoltóság. A gyermekünknek tekintjük természetesen, a mai napig, bár túl vagyunk egy-két gyermekbetegségen, apró cseprő dolgokon, botlásokon, de a mai napig, annak ellenére, hogy felnőtté vált, hiszen az idén 20 éves az önkormányzati tűzoltóság, a mai napig segítjük őket, támogatjuk, biztatjuk, segítünk pályázatokban, helyet biztosítunk, hiszen a jelenlegi épület is, ahol vagyunk, az egyesületnek a tulajdona, az egyesület építette, de az önkormányzati tűzoltók itt vannak velünk. Akár egy esemény felszámolásánál ugyanúgy vonulunk velük, hogyha lehetőségünk van, hogyha érdemes, hogyha olyan nagyobb dolog történik, akkor természetesen ott vagyunk, támogatjuk őket az esemény felszámolásában. Legyen ez tűz, baleset, árvíz, hómentesítés, bármi olyan, ami egy nagyobb horderejű. Most természetesen magyarul fogalmazok, és úgy, hogy az állampolgár is értse, nem biztos, hogy egy kukatűzhöz el kell vonulni az önkénteseknek, hiszen ők 4-en elmennek, addigra, mire mi otthonról beérkezünk, addigra ők ezt felszámolják, megoldják ezt a dolgot. Viszont a nagyobb, akár nádas tűz, vagy olyan lakóháztűz, nem oly régen ugye volt a sajnálatos módon a strandtűzünk, 19 fővel az egyesület jelen volt, és segítette a hivatásos, valamint az önkormányzati tűzoltók munkáját. Közös rendezvényeket, gyakorlatokat szervezünk, hogy amikor élesbe bármilyen, akár említhetném a húsüzemnek az esetét, a strand, vagy bármelyik nagyobb olyan gyáretségünknek a problémáját, ahol nekünk is helyismerettel kell rendelkezni önkénteseknek, hiszen segítenünk kell menni. Pályázatokat nyújtunk be, és olyan eszközökre próbálunk pályázni, ami mind a kettőnknek célszerű. Tehát az elmúlt években mondjuk, hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, az önkormányzati tűzoltóság pályázott és nyert is pályázaton egyébként egy elektromos feszítővágót, ami akkumulátorral működik, és mi pályáztunk mellé egy ugyanilyen akkumulátoros feszítőhengert, ami a baleseteknél nagyon jól jön, vagy egy ajtónyitásnál, hogyha éppen valaki beszorult, rászoruló, vagy mentenünk kell az életét, akkor nem a 20 pár kilós nagy feszítővágót kell vinni magunkkal, hanem ezeket a kisebb dolgokat. Tehát így megpróbáljuk egymást kiegészíteni. Törekedtünk az elmúlt évtizedekben arra, hogy közösen menjünk a cél felé, hiszen a célunk az egy nagy család vagyunk, mondtam már a gyermekünk egyébként, az önkormányzati tűzoltóság, tűzoltás, műszaki mentés, az emberek életének és anyagi javának a mentése. És legyen ez önkéntes vagy bérezett, de egy a cél.
Az elmúlt esztendő átalakította közművelődés terveit, ugyanakkor új utakat is nyitott a szakma számára. Tamásiban a nyári szabadtéri programok meghozták a tervezett nézőszámot, és a pandémia visszaszorulása az emberek vágyát is arra, hogy közösen töltsék az időt. Cink Judittal, a Művelődési Ház igazgatójával a múlt év történéseiről és az idei esztendő terveiről beszélgettünk. Bár a koronavírus járvány kihívások elé állította az egész közművelődési szakmát, a nyári szabadabb légkör nyújtotta lehetőségek mégiscsak azt teremtették meg, hogy érdekes programok kerüljenek a közönség elé. Így foglalta össze az elmúlt év történéseit egy művelődési házigazgató szemével Cink Judit. Az intézmény zárvatartási idejében is mindent megtettünk azért, hogy elérjük a látogatóinkat, a helyi közösséget, illetve a tágabb közösséget is. Ha azt arra visszagondolok, hogy az oltásban milyen nagy szerepet játszottak a kollégák az oltásszervezésben, azt gondolom, hogy ez nem egy elhanyagolható dolog, amikor pedig már megnyitotta az intézmény a kapuit, legyen az a művelődési központ, a könyvtár, vagy a galéria, vagy a helytörténeti gyűjtemény, akkor pedig már tényleg azt kell, hogy mondjam, pótlandó a kimaradt rendezvényeket, programokat, talán 120%-on próbáltunk működni. A szabadtéri rendezvények segítettek abban, hogy ma pozitívan értékelhessük a mögöttünk álló esztendőt, mondta Cink Judit. Elég csak a szüneti napokra vagy a hagyományos pörkölt főzőre gondolni. Az emberek bátrabban jöttek szabadtéri rendezvényekre. Nagyon sokat segített ebben a nyár, amikor azért valóban oldottabban tudtuk ezeket a programokat megcsinálni. Bejött az az elgondolásunk, ami a zárás idején megfordult a fejünkben, hogy vajon a nyitáskor inkább távol maradnak az emberek, vagy annyira kiéheznek már a közös találkozásokra, ezekre az alkalmakra, hogy nagy számban jönnek majd, és örülnek, hogy újra jöhetnek. Szerencsére ez utóbbi gondolatunk igazolódott be, így aztán azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanazt a látogatószámot tudtuk produkálni, mint az elmúlt években. Talán még azt is kell mondjam, hogy még egy kicsit plusz lelki töltettel, hiszen azért mindenkit nagyon megviselt a bezártság időszaka, illetve hát ez a mögöttünk álló, meg még sajnos azért még előttünk is álló pandémiás időszak, és bizony a közösségi találkozásoknak kiemelkedő szerepe lett. A pandémiás helyzet új utakat nyitott a szakma számára, és bár alapvetően személyes találkozásokra, a társas együttlétre helyeződik a közművelődés figyelme, a bezártság miatt olyan formák bonosodtak meg, melyeknek a jövőben is jelentős szerepük lehet. Egy közösségi intézmény, egy arra létrejött intézmény, ami a közösségeknek ad otthont, annak a bezárása tulajdonképpen majd, hogy nem okafogyottá teszi annak a létezését. Ezért ragadtuk meg mindazokat a lehetőségeket, amelyeket az online terület adott számunkra. Mindig azt mondjuk, hogy a mi fontos szerepünk az, hogy egy kicsit a világhálótól elvonzzuk az embereket, de természetesen minden lehetőséget kihasználtunk, amikor viszont a világháló elé kényszerítette a pandémia, mondhatni tényleg az egész világot, akkor pedig kimondottan a helyi közösségre célzott tartalmakkal, játékokkal, programokkal találtuk meg az itt élőket, és ezeket be fogjuk építeni a jövőbe is a terveinkbe, természetesen kisebb mértékben, mert hogy a közösségi találkozásoké a főszerep, de nagyon sok olyan jó gyakorlatot sikerült összegyűjtenünk, bevezetnünk, amit azt gondolom, hogy a jövőben is fogunk tudni hasznosítani. A 2022-es év tervezésénél egyrészt építettünk a hagyományokra, másrészt pedig igyekszünk az innovációt is előtérbe helyezni. Megrendezésre kerülnek azok a nagy hagyományokkal, sőt évtizedes hagyományokkal bíró nagy rendezvényeink, amelyek már megszokottak az itt élők körében, de próbáltunk olyan újításokkal is jelentkezni, amik pedig azt gondolom, hogy egy kicsit újszerűek lesznek.
Hogy egy konkrét példát említsek, hiszen nagyon hosszú lenne felsorolni azt, hogy mi vár ránk a 2022-es évben, és erről természetesen tájékoztatjuk mindig a látogatókat, de hogy mégis kiemeljek valamit, a nyári hónapokban, kimondottan júliusban a Művelődési Központ és a Könyvtár közötti udvart is közösségi térként fogjuk használni, és jazz hétvégéken várjuk majd a látogatókat, hiszen nagyon fontos az, hogy egy ilyen intézmény ízlést is formál, és mindenki számára, legyen az mondjuk egy réteg kultúra számára is adjon lehetőséget arra, hogy helyben is élvezhessék ezeket a produkciókat. Tehát mi várjuk azokat a látogatókat, akik megszokták már ezeket a hagyományos programokat, várunk új látogatókat is, akiket reményeink szerint majd ezek csábítanak be az intézménybe, illetve a szabadtéri rendezvényeinkre. Mi úgy készülünk, hogy egy teljes, egész, tartalmas, kulturális programokban gazdag évet fogunk tudni kínálni a látogatóknak. A Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásának köszönhetően indulhatott el egy újabb mozgásforma Tamásiban, mivel számos olyan eszközt sikerült beszereznie az egyesületnek, melyek nélkülözhetetlenek ehhez a sporthoz. A rendszeres testmozgás az egészséges életmód alappillére, az egészség pedig mindannyiunk számára fontos, úgyhogy nézzük is, melyik ez a mozgásforma, ami kortól, nemtől függetlenül űzhető. A tamási székhelyű Aranyszarvas KHS-e új eszközparkjának egy része, valamint a CrossFit csoport elindítása és működése a Nemzeti Együttműködési Alap és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásának köszönhető. De hogy pontosan mi is ez a mozgásforma? CrossFit az egy márkanév, és van egy World CrossFit Games, egy ilyen világverseny, ahol egy magyar versenyző is jól szerepelt. Én ezt csalogatónak adtam, és azért is írtam a hirdetést, hogy CrossFit jellegű gyakorlatok, ugyanis a CrossFitbe például beletartozik a olimpiai súlyemelés, amivel mi nem foglalkozunk, hanem a szomszédteremben a Béla. Mi olyan gyakorlatokat használunk, amit a földharc edzéshez, crossfit jellegű köredzés, illetve a crossfitben is felismerhető eszközökkel végzünk olyan gyakorlatokat, amit a földharc edzésnél mi versenyekre kreáltunk, próbáljuk végrehajtani őket, és most nyitottá váltunk olyanok számára, akik nem versenyeznek, hanem kizárólag ezzel szeretnének foglalkozni, ezekkel az érdekes gyakorlatokkal, érdekes eszközökkel, amivel általában egy konditeremben nem találkozunk. Természetesen vannak olyan eszközeink is, amit egy hagyományos fitness vagy kondicionál teremben megtalálunk, de nagyon sok csak speciálisan a földharc vagy egyéb ilyen küzdősportoknál, a felkészülésnél láthatunk csak. Nem erő léti gyakorlatilag épp az a lényeg, hogy nekünk a sportágunkban és általában mi megközelítésünkben az a lényeg, hogy nem nagyon szeretnénk izmot építeni, hanem a testnek a természetes funkcióit visszaadni. Nyilván az ember megerősödik, megizmosodik, de teljesen másfajta testfelépítést, ez teljesen másfajta idegizom kapcsolat, mint a testépítésnél. Úgy nevezzük ezt, hogy funkcionális fitness. Tehát, hogy ez lehetne a célunk, hogy minden egyes hétköznapi mozgásra megerősödjünk, visszaadjuk azokat a képességeket, amik még gyerekkorunkban megvoltak. Az alapgyakorlatok gyakorlatilag az különféle cipelések, hordások, emelések, húzások, tolások. Az előbb említett mozgásformák mellett természetesen hangsúlyt kap a kardioedzés is a crossfit jellegű edzésen. Van egy evezőgép, ami például a crossfitből származik. A crossfitben egy koncept 2-es evezőgépet használnak, ami gyakorlatilag csillagászati árba kerül, de szerencsére vannak utángyártott példányok, amik hasonlóan jók, de kevésbé drágák. Ezt sikerült a sportegyesületnek megszerezni. Ami nagyon lényeges, az majd nézzétek, a kettlebell gyakorlatok, ez gerincét teszi a dolognak. Ugye a kettlebell Magyarországon egy levédett márkanév, tehát igazán akkor vagyok korrekt azt mondom, hogy harangsúlyjal gyakorlunk. Itt vannak különböző lendítéses, emeléses gyakorlatok. Ugye itt a koncepció alapja az, hogy a mézmokat erősítjük, a gerincnek a mézmait, a csipőnek a mézmait, és azt szeretnénk, hogyha nagyon sokáig járna ide mindenki. Mindig megkérdezzük, hogy kinek mi a célja általában. Ugye ezek a népszerű dolgok szoktak lenni, hogy fogyjunk, meg mit tudom én. Ezzel csak részben tudunk mit kezdeni, mert úgy lehet fogyni, hogy kevesebbet eszünk. Nyilván ez vicc volt, kicsit többet is kell mozogni. Tamásiban, a Sportok Házában heti kétszer van edzés, amikor a földharcosok mellé csatlakoznak olyanok is, akik e-sporttal szeretnék formában tartani testüket. Ma már népbetegségnek számít a gerincsér, de még ez sem lehet kizárók.
nem vagyok orvos, tehát az, hogy kinek milyen fajta gerincsérülése van, vagy gerincsérve van, az szakember nézze meg, de bizonyos gyakorlatok tudnak ezeken a dolgokon segíteni, például a kettlebell is. Amit például itt oldalt lehet látni, egy emberke buzogánnyal dolgozik, ő végzett testépítést, a Zsolti nagyon sokat, és ugye a testépítés az egy bizonyos vektoriális emelések és mozgások. A váll elveszti a saját funkcióját, egy idő után alapból fájdalom lesz ebből, és a buzogányos gyakorlatokat például azért találták ki, hogy visszaadja a vállnak a teljes tartományát, ennek az összetett izomnak a teljes mozgás tartományát. Kérdésedre válaszolva, igen, gerinc problémákkal lehet ezt csinálni, nyilván másfajta gyakorlatokat, és mindig orvossal való konzultációval. Mindenkinek ajánlott, és ugye nem mindenki végez minden gyakorlatot, tehát vannak férfiak és nők, az a két csoport, különböző protokoll van, a nőknél általában két gyakorlat sor jut az alsó test és egy a felső test, a férfiaknál egy-egy az arány, és valaki pedig kihagy bizonyos gyakorlatokat, tehát akik idősebbek és nem akarnak nagyobb súlyokat mozgatni, azok más dolgokkal fognak foglalkozni. Mindenkinek ajánlott, és van, aki elhozza a gyerekét. És nekik is tudok játékos feladatot adni, hogyha elférünk. És ugye az a szabály, hogy egy olyan 5-8 percig végzünk egy gyakorlatot, és azon belül mindenki a saját intenzitásában végzi ezt a gyakorlatot. Tehát én nem számolom, hogy most 50-szer csinálod meg, hanem meg kell találni a saját testednek, meg az állóképességednek a határait. Most már mindenki megismerte, hogy miből választhat, és akkor én így nagyjából figyelem őket, hogy ki hova kerül, mindig cserélünk, mérjük a gépekkel az időt, és akkor ahol látom, hogy ott valamilyen mozgás van, ami nekem nem tetszik, azt kijavítom, oda megyek. Tehát a mozgás minőség a fontos, nem az, hogy nagyon sokszor csinálunk ugyanolyan rosszul gyakorlatokat. Itt az emeléseknél, cipeléseknél nagyon fontos a csípőnek a munkája, mert hogyha rosszul végezzük, akkor ezeket a rossz berögződéseket fogjuk megerősíteni, és a problémát még jobban felerősíteni. A testedzés egyfajta fizikai aktivitás, amit azért végzünk, hogy megdolgoztassuk, megerősítsük és fejlesztjük testünket, beleértve a keringési rendszert is. A crossfit jellegű edzésen Tamásiban nem volt olyan sporteszköz, mely kihasználatlan lett volna, hiszen a terem megtelt. De valóban ekkora a hajlandóság a mozgásra? Kevés, de most meglepő, hogy itt elindította a sportegyesületünk ezt a programot, az Aranyszarvas Közhasznú Sportegyesület, és jöttek. Tehát most nagyon sokan vagyunk, úgyhogy lehet, hogy még egy csoportot kell majd csinálnunk, mert nagyon sokan vagyunk egyszerre. A rendszeres testmozgást érdemes beépíteni a mindennapjainkba. Ez jelentett akár aktív sétát, de az egészségünk érdekében a legelőnyösebb, ha valamilyen rendszeres sporttevékenységet is sikerül beilleszteni a hetünkbe. A lényeg, hogy még ma kezdjünk el mozogni. Köszönöm figyelmüket, a jövő heti viszontlátásra!